A természet a legjobb tanítómester mottóval március 8-án Somoskői Emese porcelánfestő kiállítása nyílt meg a Bolyai János Gimnázium Derkovics Gyula iskola galériában. A tanulók eddig leginkább kétdimenziós grafikákban vagy festményekben gyönyörködhettek, a mostani táraton azonban egy különleges műfajjal találkozhattak. Somoskői Emese művészi színvonalon festi porcelánjait, és ezzel magas minőségű mesterműveket, értékes tárgyakat hoz létre. A megnyitón Somoskői Emesével Birkás Babett képzőművész beszélgetett. Nagy örömmel töltött el, hogy visszatérhetett az Alma Máterbe, és művei a Bolyai János Gimnáziumban kerülhetnek bemutatásra. Az érettségit követően Hollóházán tanulta a porcelánfestést, amiben nem a munkát, hanem az életét látja. Kitekingettem ugyan a képzőművészetből bizonyos fokig, mert a nagyszerű városunk, Salgótarján rendelkezik egy olyan gyárral, mint a Tűzhely gyár, és ott művészi színvonalú tűzzománcokat lehetett készíteni. Én ezt a technikát már ismertem, különböző táborokat hoztak létre évről évre, ahol ezt a technikát is kipróbálhattuk, és nagyon-nagyon jó volt, hogy bepillantást nyerhettünk egy iparművészet, tehát ipari körülmények között magas szintű technikával végezhető olyan művészeti ág felé, ami a mindennapi tárgyainkban jelenik meg, és ezzel formálja az ízlésünket, szép érzéket, tehát valamilyen összefüggés a mindennapi használati tárgyak és a művészet között itt létrejöhet. Megtetszett a porcelánfestő. Az ötös annyira nem vonzott meg a bőrdíszműves, de ez olyan különleges volt, mert ez egy olyan nemes anyag, hogy ezt szebbé tenni, amúgy is nagyon szép, fehéren is, de ezt szebbé tenni az egy igazi kihívás. A porcelán egy ritka nemes anyagból, kaolinból készül. A megformálás és égetés után következik a díszítő festés, ami a hófehér anyagot élettel telivé varázsolja. A porcelán a 19. századra Magyarországon is hírnévre tett szert. Herend, Hollóháza és a pécsi zsolnai porcelánjai már a világhírűek. Az anyagok ismerete ebben a szakmában különösen fontos, hogyan viselkedik az anyag, hogyan lehet megmunkálni, még nyers formában is. Emlékező anyagról van szó, tehát hogyha nyersen deformálódik a porcelán, hiába igazítják helyre, az első égetésnél ugyanolyan deformitást vesz föl, mint ahogy nyersen deformálódott. Ezért is olyan drága. Képzőművészet, iparművészet úgy alakul ki, hogy először megtervezzük, tehát lerajzoljuk nagyon pontosan, csiszoljuk napról napra, hogy a lehető legtökéletesebb legyen. A másolás az szintén nagyon fontos. Másolni, 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 abból lehet a legtöbbet tanulni, mert ha tökéletesen lemásolod azt, amit a természetben látsz, akkor már nagyon közel jársz az igazihoz. Somoskői Emese porcelánfestő április elején a gimnáziumban is fog bemutatót tartani. Szeretném, hogyha látnátok, hogyan kezdődik ez a varázslat. Magát a festést meg tudom mutatni, hogyan készül lépésről lépésre, és mik az előzményei ennek az egész látványos bemutatónak. Az alkotó számos elismerésben részesült. A Vadászati Kulturális Egyesület a pipacsos sütemény készletét is díjazta. Általában minden művész ezen a megmérettetésen három tárgyat adhat be. Kettő hagyományos tárgy volt, amit beadtam, tehát vadászati témájú, azt hiszem az egyik vitrínben ki is van állítva egy hubertus szarvas, egy váza. Ez volt az egyik. Aztán volt egy tányérkészlet, az is itt található, tölgyleveles, szögletes tányérkészlet, és volt ez a pipacsos. Általában erre a pályázatra vadászművészek, vadász témájú darabokat adnak be. Mivel nem volt megkötve egyébként, hogy ennek vadász témájúnak kell lenni, csak a természethez kapcsolódó, úgy gondoltam, hogy ez is belefér ebbe a témakörbe, és nagy büszkeséggel tölt el, hogy azok a tanárok, akik az Iparművészeti Egyetemen tanítanak,
Ők zsűrizték, tehát egy hozzáértő szakmai zsűri, és kitüntetést kapott ez a készlet. A porcelánfestő azt tanácsolja, ha nem is minden nap, de alkalmanként vegyük elő a különleges porcelánkészletünket, és bátran használjuk. Sokkal másképp esik belőle egy süteményt megenni, mint egy sima fehér porcelántányérból, vagy egy papírtálcáról, nagy Isten. Nagyon fontos üzenete ennek az, hogy az iparművészetnek, hogy mindenféleképpen törekedjünk arra, hogy szép tárgyakkal vegyük körül magunkat, mert olyan gyönyörű a teremtett világ és a természet, hogy megérdemeljük ezeknek a lenyomatát az otthonunkba is. A kiállítás a biztonsági előírások mellett április 20-áig 7 és 19 óra között látogatható.